A VOSZ szervezésében Magyarországra látogatott egy nagyon fontos kínai delegáció, a CCPIT-nek a vezetősége, illetve néhány nagyon fontos nagyvállalatnak a vezetője is, és volt alkalmunk, lehetőségünk itt tájékoztatni őket. Többek között részemről az innovációk, magyar innovációk, fejlesztések, együttműködési lehetőségek hangzottak el. Nagyon fontosnak találom azt az újfajta akkumulátor gyors töltő technológiát, egy újfajta spirálárammal működik, amely egy magyar talán a magyar fejlesztés. Ezt szeretnénk minél hamarabb gyártásba vinni, tehát ez elég nagy tőke igény szükséges, illetve van egy olyan félefajta elektromos autórendszerünk is, ami már kidolgozott típus tervekkel lehet elkezdeni a gyártást, tehát a kis autóktól, a kis teherautókon keresztül a buszok, a kamionokig, egy akár közös együttműködésbe kínálva, tehát kínai megfelelő partnerrel, magyar gyártás, részben kínai gyártás, és ugye akkor az Európai Uniós, az ázsiai, illetve az amerikai piacot is el lehet látni. Gazdaságos, gyors elektromos autókkal például. Fontosnak találtam kiemelni a Pi technológiát, ugye, amely a Dr. Fülöp László nevéhez kötődik, japán kutatókkal közösen kifejlesztettek több mint 200 technológiát, amelyet ma már 26 országban használnak, és mint egy mindenféle gyártásról itt is lehet szó, akár étolajgyártás, kozmetikumok, biotermékeknek az előállítása, bio húsok, mindenféle állatokra vonatkozóan, ugye kifejlesztett technológiák alapján, tehát akár kacsára, libára, tyúkra, marhára, sertésre is sorolhatnám sokáig, illetve ezzel a technológiával például minimálisra csökken a vegyszerigény a mezőgazdaságban, tehát a növénytermesztésben úgy szintén. Ugyanakkor megnő a termés mennyisége, és a minőség pedig utolérhetetlen, de hasonlóra van példa is, például bio bor gyártásra, ami világbajnok bor, lehet, hogy sokan nem hallottak még róla, a gajdosféle bor, illetve sör gyártásnál is ugyanúgy ezt a PI technológiát használva szintén világbajnok termékek lesznek, illetve sportolóknak az életében óriási eredményeket lehet, sikereséget elérni vegyszermentesen, tehát csupán a PI-víznek a PI technológia használatával. Ezek a termékeknél, tehát van, amit felsoroltam legutóbb a PI technológiánál, tehát ott konkrét gyártáson gyártanak étolajat, amit említettem az előadásban, 200-szor főhevíthető, és nem változik, nem romlik a minősége. Gyártanak ugyanúgy kozmetikumokat, amik nagyobb hatásfokkal bírnak, mint a vegyszeres kozmetikumok, tehát ezek is mind vegyszer nélkül, tehát a vegyszermentes hatóanyagokkal ellátott termékek. Persze van olyan termék is, aminél csak prototípus van, és szükségeltetik nagyobb tőke ahhoz, hogy elindítani egy sorozatgyártást. Minden beszélgetés, minden konferencia egy óriási lehetőség, nem csak nekünk, nem csak a feltalálóknak, hanem akár a kínai partnernek, a jövő generációnak is. Tehát én azért találom nagyon fontosnak ezeket az innovációkat, új technológiákat, hogy megismertessük a jelenkori, illetve a jövő generációt azzal, hogy igenis mindig lehet újítani, mindig lehet valamit jobban tenni, a környezetre vigyázva, odafigyelve, vegyszermentesen, új energiák, új technológiák, és ezáltal fenntarthatóbb gazdaságot lehet